Főtisztelendő paptestvérek, diákonus testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Nagy böjt rendesen mindig a lelki megújulásnak, magunkba szállásnak évenként visszatérő ideje, amikor megkopott hűségünket szeretnénk megújítani, és a lelkületünket is felerősíteni, hiszen évközben a világ színes forgatagában oly könnyű elfásulni és kiüresedni. Bátaszék maga a hely szellemével, mint szokták mondani, ki ismeri e településnek a történetét, már önmagában is erre int bennünket, hiszen a szomszédunkban lévő cikádori ciszterromok annak tanúságai, hogy volt egy nagy hírű bencés rend, amely Európa megtérítésében sokat fáradozott, de néhány száz év alatt ők is elfáradtak, olykor eltértek az alapító szellemétől, és Szent Róbertnek, Szent Istvánnak, majd pedig, ugye harmadik Szent Istvánnak, majd pedig Clairvaux-i Szent Bernátnak a küldetésévé vált, hogy ezt a rendet új formában, a ciszterci rend formájában megújítsa. Aztán a történelem ezen a tájon nagyon mostoha volt. A mohácsi csata után minden pusztasággá lett, de újra tudtak kezdeni. Barokk templomot építettek, azt is lebontották. Aztán most itt van ez a csodálatos szép neogót templom, ami a múlt század elején épült, és most a legutóbbi években ismét felújult. A kőből épült templom már mutatja a megújulást, hogy van szándék arra, hogy újra meg újra kezdjünk, és Jézus szavát komolyan vegyük. Ennek akkor van igazi belső tartalma, hogyha az idejáró emberek is igyekeznek összeszedettebbé válni és megújulni nagyböjt idején. Egyik Jézustól ajánlott eszköz és segítség maga az ő tanítása, a Szentírás, mert ha visszaemlékszünk a múlt vasárnapi evangéliumra, a kísértőnek azt mondja Jézus, amikor ő csábítja, hogy a kenyereket változtassa, vagy a köveket változtassa kenyérré. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából való. És mintha csak folytatná ezt a gondolatot, a mostani színeváltozás története egy nagy Isten élmény volt a három kiválasztott tanítványnak, amire Szent Péter apostol még idős korában is visszaemlékezett, hallhattuk leveléből, hogy mi tanúi voltunk annak, amikor a hegyen elhangzott az Atya szava, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És aztán folytatja Szent Péter apostol, hogy hát eddig is a jövendőlések, az Ószövetség is arra való volt, hogy rámutasson Jézus Krisztusra. Az Ószövetségi Szentírásnak is azért volt, vagy van a mai időben is nagy fontossága számunkra,
annak ellenére, hogy kezünkben van az evangélium, mert rámutat Jézusra, teljessé teszi azt a prófétai jövendőléseket, amiről évszázadokon keresztül a választott nép hallott. Isten igéjével élni. Ez nem pusztán a könyvet jelenti, mert valaki úgy gondolja, hogy na hát akkor olvassuk buzgóban a Szentírást. Ez önmagában jó és szükséges. Csak hogy az Isten igéje sokkal bővebb és tágabb, mint maga a Szentírás. Hiszen az Isten igéje nem más, mint Jézus Krisztus. Az Úrangyalában imádkozzuk, hogy az ige testé lőn. A második isteni személy, ahogy a görög Szentírásban olvassuk, a logosz, az Isten végső szava az emberiséghez testé lett, emberré lett. Láthatták, tapinthatták, hallhatták, nézhették az emberek, és elmondott mindent, ami az ember számára szükséges az üdvösségre vezető úton. És ezzel teljessé vált a kinyilatkoztatás. Az szükséges, hogy kifejtsünk egyes részeket, de lényegi hozzátevés nem kell, az úgynevezett magán kinyilatkoztatások is, amelyek sokszor az embereket jobban foglalkoztatják, mint maga a tényleges kinyilatkoztatás, az sem mondhat mást, egybe kell vágnia a jézusi tanítással. És hát Jézus az, aki szólt az apostolokhoz, és szava örökérvényű maradt. A Szentírás, az evangéliumok utóbb íródtak le. Ezért mi katolikusok mindig azt mondjuk, hogy az az elv, amit protestáns testvéreink vallanak, hogy egyedül a Szentírás, az úgy nem teljes, hiszen elmúlt nagyon hosszú idő, 50 év, hogy az új szövetség megíródjék, de hogy az első keresztény nemzedékből valaki a teljes Szentírást, jól lehet tudjuk, hogy akkor nagyon nehéz volt mindenféle tekercsekhez hozzájutni, kezébe tarthassa a teljes új szövetségi Szentírást, ahol legalább 200 évre volt szükség. De a jézusi tanítás eleven volt. Az egyházban ott volt, és ezt a tanítást, ezt kell nekünk figyelni, és erre kell odahallgatni. Mi ugyan nem lehetünk részesei annak a szónak, amit Jézus akár a hegyi beszéd, vagy más alkalmakkal elmondott, de a lényeg megmaradt, mert gondoskodott róla, hogy a Szentlélek úgy őrizze meg az egyházban, és ebben már benne van a Szentírás is, hogy minden nekünk szóló lényeges tanítás elérhető legyen. De ha egyszer így van, hogy a Szentírás nem egy égből pottyant könyv, hanem úgy írták meg, és az egyház volt, melyik összeállította és megállapította azt, hogy ez és ez tartozik bele a szentíratok közé, akkor ma is szükséges a Szentírást magyarázni. Kell úgynevezett tanítóhivatal.
Újabban, ha már a protestáns keresztényeket említettem, ők maguk is olyan szentírásokat adnak ki, amely magyarázattal van ellátva, újabban. Hiszen abból szokott a legtöbb eretnekség származni, hogy mindenki a különösen nehéz részeket úgy magyarázza, ahogy ő elgondolja. Hát itt van például az eukarisztia. Nem tudnak kétségre jutni abban, hogy hogy kell érteni Jézus szavát, hogy ez az én testem, ez csak emlék. Vagy abban a pillanatban Jézus teste. Vagy mindig az, mint ahogy mi mondjuk. Tehát bizonyos szempontból mindig magyarázni kell a Szentírást. A tanítóhivatal nincs fölötte a Szentírásnak, de segít bennünket, hogy jól értsük, és Krisztus szava a maga tisztaságába megmaradjon. Segítenek bennünket még azok a szent emberek is, akik életére nagyon nagy hatást gyakorolt a Szentírás. Hát hány olyan esetet tudunk a szentek történetéből, hogy valaki olvasta, legyen egy Szent Ágoston, vagy egy Remete Szent Antal, hogy egyszerűen megvilágosodott a Szentírás hatására, és megváltoztatta az életét. És hát utána is, mint ahogy Szent Benedek regulájában írja, a legfőbb élet szavájá vált számára. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy hallgassátok a szeretett fiút, akkor az egyrészt vonatkozik arra, hogy itt a Szentmisében vasárnapról vasárnapra, amikor hát mindig itt kell lennünk, de hétköznap is jöjjünk, ha tudunk, halljuk a Szentírást, aztán van magyarázat hozzá, de van alkalmunk arra, hogy a Szentírást otthonunkba is olvassuk. Ez is lehet egy igazi lelki program nagybőjt idejére. A Szentírás így válik nekünk eledellé, lelki eledellé. Jeremiás próféta már az Ószövetségben mondta, a beszédedre leltem, Uram, az nekem eledelemmé vált. És hát a Szentírás különösen nagybőjt idején fontos, hogy úgy olvassuk, hogy sose tegyük le addig a gondolatig, amíg az meg nem szólít bennünket. Nem kell sokat olvasni, mindjárt fogunk találni olyan gondolatot, mondatot, ami szinte úgy érezzük, hogy ez éppen nekünk szól. És a Szentírás az a könyv, ami végül is mindig időszerű. Nagyon sok írás van, ami ugye az újságírás szavával mondva remittenda, visszaküldendő, érvényét veszti. Hát kit érdekelnek a régebbi újságok, ha csak nem annak kutatója. Azonban a Szentírás mindig időszerű, mert életcélunkhoz és az üdvösséghez vezet bennünket. Pilinszky János élettörténetében olvastam, hogy amikor hát vitték őt a fogságba, akkor mint aféle könyvszerető ember a zsákját telerakta klasszikusokkal,
hogy amikor csak tud, belenézhessen és olvassa. És rájött ütközbe, hogy meg kell válniuk ezektől a könyvektől, nem csak azért, mert nehezek és ottan kellemetlenséget okoz számára, hogy könyvekkel van tele a zsákja, hanem így mondta, hogy érvényüket vesztették ott abban a nehéz helyzetben, de egy könyvet meghagyott, a Szentírást. Annak mindig volt mondani valója számára, akármilyen élethelyzetben volt. Szabad legyen elmondanom egy személyes példát. Én nem messze itt Baján voltam katona. Harckocsizóknál, közel az állomáshoz. Ha nagy néha, mert mi ritkán mentünk körségbe voltam, akkor mindig hallottam, hogy gyorsvonat indul Budapestre, Baja, Pörbölj, Bátaszék. Már akkor hallottam, és úgy mondom, jaj, de jó lenne legalább vonaton ülni, mert hát az a világ elég csudar volt egy papnövendék számára. És hát semmiféle szentírás nem lehetett nálunk, ezzel kezdték, hogy most, ha még van, én egyedül voltam ott abban a zászlóhajban, politikai tiszt azt mondta, ha van magánál ilyen könyv, most még büntetés nélkül ide adhatja. Egyébként ott a templomba sem mehet a 2 év alatt, mert katonaruhába kell kimennie az utcára, katonaruhába pedig szabadság alatt se lehet elmenni templomba. Hát persze nem tartottam meg, de szentírásom nem lehetett benne, mert ott időnként mindig valamilyen címen kutattak és motozták az embereket. És amikor legelső szabadságomra hazamentem, gyorsan vettem a szentírásomat, kinyitom, olvasom az apostolok cselekedetéből ezt a mondatot, mert sok viszontagságon át jutunk el Isten országába. Pirossal aláhúztam. Egyébként a Szentírásban mindig lehet húzogatni, ha nem egy ritka értékű könyv, az arra való, hogy nem csak olvassuk alá, és húzzuk a jó mondatokat, megjegyezzük. Aláhúztam, és hát rongyá olvastam, de őrzöm a Szentírást, ott van benne. Ez az aláhúzás is mindig emlékeztet. Mert mindannyian kerülünk életünk folyamán sok nehézségbe. Mindannyian. Betegség, családi bajok, munkahely, nem kell ezt mondani. De ott van egy ilyen apostoli buzdítás, mert sok viszontagságon át jutunk el Isten országába. Ez olyan erőt adott nekem, hogy ezt el kell viselni. És később is, mint ahogy a nagybőti második stációt is szeretném fölidézni, Jézus vállára vette a keresztet. Ha bajba vagyunk, hogy vállunkra venni kell, keresztet vállunkra kell venni, mint ahogy Jézus is vállára vette. Hát persze vannak nagyon vidám és örvendetes mondatok. Hát önmagában az evangélium erről szól, hogy meghirdeti az üdvösséget, meghirdeti a bűnök bocsánatát. Hát ettől örökérvényűbb jó hír az ember számára nincs, hogy az Isten megbocsátja az ember bűnét és hazavár. Hogy a síron túl is van életünk és jövőnk. Ez mindig időszerű. De az egyes élethelyzetekben a Szentírás mindig tanít bennünket. És mindig úgy olvassuk, hogy ezt Jézus mondja nekünk. Mindig az legyen a Ószövetségben is, hogy mi utal Jézusra, mi Jézusnak a tanításán keresztül olvassuk
még az Ószövetséget is. Így válik az egyébként sokszor nehézkes, és mondjuk meg őszintén, hogy unalmas Ószövetség egy némely részlete, olyanná, hogy az ember szívesen mondja, veszi kezébe, mert Jézusról szól, mint ahogy Szent Péter apostol mondta, visszaemlékezve a táborhegyi jelenetre, ahol hallotta, hogy a szeretett fiút kell hallgatnia. Ha majd visszatekintünk életünk végén arra, hogy mi volt az, amit sose bántunk meg, az, hogy hallgattunk Jézus szavára. Azt sose bánjuk meg. És hát ez a baj, hogy a mai világ nem is ismeri Jézus szavát, nem ismeri az evangéliumot, nem ismeri a Szentírást, és főképp nem hallgat szavára. Goethe, aki nem volt különösebben vallásos ember, de hát klasszikus kultúrája volt, és ő maga is klasszikus kultúrát teremtett, azt mondta, hogy Európa nyelve az evangélium. Az a nyelv, ami ezt a kultúrát kisarjasztotta. Milyen jó lenne, ha Brüsszelben ezt úgy komolyan vennék az ottani vezetők, hogy Európának ez a nyelve, az evangélium. És ami nem vág bele az evangélium fősodrásába, legyen az világnézeti, erkölcsi kérdés, az nem visz bennünket előre, mert az alapok az evangéliumban vannak. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, és nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igével, mert Isten szájából való. Olvassuk, hallgassuk a Szentírást. Az a keresztvetés, amit az evangélium előtt végzünk, ugye, homlokunkra, ajkunkra, szívünkre, az végül is egy program, hogy mit kell tennünk. Föl kell fognunk, meg kell értenünk a Szentírás szavát, mert az fontos. Hát ott volt a etióp udvarnok, jött Jeruzsálembe, ugye Sába királynő óta az etiópok közül sokan zsidók voltak, olvasta Izaiás könyvét, és abban az időben mindig hangosan olvastak az emberek. Mellé szegődött Fülép diákonus, megkérdezte, hogy érted-e, amit olvasol? Nem értem, mert nincs, aki megmagyarázza. A bárányról volt szó, és Fülöp diákonus megmagyarázta, hogy nem más ez, mint a Messiás, azaz Jézus Krisztus. Tehát először meg kell értenünk a Szentírást. Erre vannak a lábjegyzetek, de meg is kell kérdezni. Miután megértettük, hinnünk kell benne. Nem csak értelmileg fölfogni, hanem ahogy a szívünkre rajzolt kereszt mutatja, hogy úgy meggyőződésünké kell tenni, szívünkbe kell zárni azt a tanítást, és kell tudni erről számot adni. Ha megkérdeznek bennünket, szintén Szent Péter apostol mondja, akkor mindig szerényen, de a reménységetekről, a hitetekről tegyetek tanúságot. Ma nagyon sok ember, még ha akarna se, akkor se tud hitbeli kérdésekre válaszolni, mert teljesen tudatlan és járatlan. Meséltem itt az elején, Bátán jártam 20 évvel ezelőtt, vagy mikor idejöttem érseknek, két templomon is kereszt van. Nem tudtam, melyik
a katolikus, melyik evangélikus, és a Szentvér templomot kerestem. Fiatal ember ott a szomszédba pumpálta a bicikliét, és megkérdeztem, ez katolikus templom? Rám nézett, vallási kérdésekben nem vagyok kompetens. Hát régen mindenki tudta egy faluba, hogy az evangélikus templom, ez katolikus, ez zsinagóga, ide jutottunk. Azt sem tudja, hát nem beszélve arról, ami a hit mélyebb tartalmát illeti. Hát ezért nekünk meg kell ismernünk a hitünket. És nem úgy, mint a szektársok, azok így bebiflázzák, de ahogy megszorítják őket, rögtön zavarba ejtenek, ejthetők. A katolikus egyház nem szektársan magyarázza a Szentírást, hogy kiragad egy mondatot, és csak azzal érvel, hanem az egészet figyelembe veszi. Hát ezért vagyunk katolikusok, katholon, egyszerre egészek, a tanításban is, és a kettőt, vagy a Szentírás egészét veszük alapul. Ezért kell a Szentírás mellett az egyház katekizmusát is ismernünk. Van tehát feladat, ami gyakorlatilag egész életre szól. Ha a régi közmondás azt mondta, hogy a jó pap holtig tanul, akkor az a hívekre is kell, hogy álljon. Olyan világban élünk, amikor az időseknek is tanulni kell, mert már annyi minden van, hogy tanulniuk kell. Hát a hitben maradunk meg második osztályos szinten, amikor első áldozók voltunk, azt nem lehet. Olvasni kell a Szentírást, az egyházunk tanítását is meg kell ismerni, hallgatni kell, meg kell vallani, szívünkbe kell zárni, és legfőképpen nem elég az Uram, Uram, hanem lehetőség szerint szerinte kell élnünk. Van még a nagybődből jó néhány nap, legyen programunká, hogy naponta egy rövidke részt legalább olvasunk a Szentírásból, kitesszük az éjjeli szekrényünkre, vagy ottal könnyen kezünk ügyébe kerül, és megyünk egy gondolatig, na, ez éppen nekem szól. Arra napra megadja a feladatot, a programot, Isten bölcsessége a Szentlélek által segít ebben is bennünket, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk. Ezáltal Jézusnak a szava eléri a szívünket, és általunk tovább is adódik, mert ő maga mondta, ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. És ahhoz, hogy ez a jézusi jövendőlés és tanítás megvalósulhasson, ahhoz a mindenkori keresztények hívő tanúságtételére van szükség. És most, 2020-ban rajtunk a sor. Amen.